Ez arra szolgált, hogy vaddisznó csapdának. Nincs semmi titok. Nem érdemes bele titkot csinálni, mert mindenki úgy védekezik, ahogy tud. Leskó István a létező összes praktikával próbálkozott már. A földbeásott gödör például semmit sem ért. Azt mondják, a vaddisznó az elhanyagolt telkeket kedveli, és hogy a kerítés távol tartja őket. A telek tulajdonosa szerint ezek közül egyik sem igaz. Le van cölöpölve a drót, és mégis felhúzta. Mekkora erő lehet benne? Hát, hogy erőjött egy másik mázás, vagy két mázás kamba. Hiába a többszörösen megerősített kerítés is. A virághagymákat kieszik a földből, nyomuk pedig még a fák törzsein is látszik. Leskó István egy alkalommal kutyájával együtt szembe is szállt az egyik betolakodóval. Éjszaka kijöttünk, hajnalba, és akkor itt nekem jött egy vaddisznó. A kutya kijött a kenelből, mert nyitva volt, éjszakára szabadon volt mindig, kijött és neki ment. És akkor itt harcoltunk a vaddisznóval, végül elszaladt a vaddisznó, mert addig űztem vasvillával, meg minden, nem még elszaladt. A csermőkedülő a vaddisznók által fertőzöttebb területek közé számít. A kerítés, ahol le van szakítva, szét van szedve a ház. Igen. Ottan láttam még négyet, vagy egyet, meg négy kicsit. Vaddisznókkal kapcsolatos történetért nem kellett messzire menni. Ambrus Jánosék is épp hogy megúzták. Három vagy négy szaladt a helyőnél. Három vagy négy, az egyik felénk fordul, felugrottunk a fára. Számítások szerint Miskolc környékén körülbelül 400 vaddisznó élhet. Az elhanyagolt ingatlanok mellett a város földrajzi adottságai is kedveznek nekik. Avasi kilátó, egyetem, bodótető, Tapolca. 14 lőállást jelölt ki az önkormányzat ezeken a városrészeken. Az elszaporodó vaddisznó állomány kilövésére a rendőrség már megadta az engedélyt. Hivatásos vadászokkal és a rendőrséggel közösen 14 lőállást jelölt ki az önkormányzat. A lővonalakat minden helyen úgy jelölték ki, hogy lakott terület felé nem lehet, nem történik majd vadászat, és minden esetben felügyelet mellett történik a kilövés, tehát 2-3 ember lesz majd jelen a kilövésnél, hivatásos vadász, rendőr, illetve az az ember, aki kezeli majd a fegyvert. A következő egy évben heti 2 kilövés várható. A helyszínekről minden esetben tájékoztatják majd a lakosságot. Az önkormányzat ezen kívül befogó ketreceket is kihelyezett a fertőzöttebb területeken. Az elmúlt 2 hónapban 10 vaddisznót sikerült így elejteni, amiket távolabbi erdőkben engedtek szabadon.